Komoly gondot okoz a mezőgazdaságban az aszály, erről is lesz szó mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. Pályázatot írnak ki új családi és munkahelyi bölcsődei helyek létrehozására. Online tartotta meg 52. vándorgyűlését a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. És karate magyar bajnoki címet szereztek a ceglédi Seijin Sportegyesület sportolói. A Városi Televízió szerdai híradóját látják. Jó estét kívánok! Komoly gondot okoz a mezőgazdaságban az aszály. Ha nem jön hamarosan eső, jelentős terménykieséssel kell számolni, például a kukoricánál. A lazább alföldi talajon sok növény már most kipusztult. A gazdák szerint sokat számítana, ha legalább 2-3 napos áztató csapadék lenne. Erre itt Cegléd környékén csak hétvégén van esély. Szárazság, porzó homok és láthatóan kókadozó növények, ezt lehet látni a ceglédi határban. Igaz, hogy a tavaszi hónapok csapadékosak voltak, de másfél hónapja nem igen esett eső. Az aszály a DPMG ZRT növényeit is komolyan sújtja. Ez az aszály legnagyobb problémát nálunk a száraz takarmány előállításában okozza. Ott jelentős az eddigi terméskiesésünk, és így kicsit megkérdőjelezi egyáltalán a takarmánybázist, hogy tudjuk összerakni itt az ezévit, illetve a jövő éveleit. Hát a kukoricák, ami a szemes terményt illeti, ott is nagyon erőteljesen látszódik már a kötöttebb talajokon is a vízhiány. A lazább talajokon, az alföldön már vannak olyan növények, amik teljesen kipusztultak a vízhiány miatt. Az már most megállapítható, hogy a kukoricánál például nem éri el a tavalyi szintet a termés átlag. Sokat számítana, ha esne az eső, legalább pár napig, mondta Bán Róbert. Zajlik a kalászosok betakarítása, tehát ott búzár az nem igényli most a csapadékot, illetve a szalma betakarítás. Tehát most per pillanat egy 2-3 napos eső maximum, inkább egy nagyobb mennyiséggel, mint egy hétig elhúzódó áztató eső, az ugye a búza minőségét az rontja. Kukoricának igazából most egy kétnapos, két-három napig tartó nagyobb mennyiségű eső az jó lenne. Az előrejelzések szerint Cegléd környékén csak hétvégén lesz esély csapadékra. Az aszály egyébként az egész országot sújtja, mindenhol bajban vannak a gazdák. És sajnos ez már a harmadik év, amikor szembe kell nézni a hosszantartó hőség okozta terméskieséssel. Pályázatot írnak ki új családi és munkahelyi bölcsödei helyek létrehozására. A családi bölcsödékre 7, míg a munkahelyi bölcsödékre 8, illetve 24 millió forintot lehet nyerni. A kormány által biztosított keretösszeg 2,8 milliárd forint. Új bölcsödéket lehet létrehozni, jelentette be Novák Katalin a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzsülése után. A családokért felelős tárca nélküli miniszter részleteket is elárult. Az új bölcsödék létrehozására és kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére augusztus 15-éig, illetve szeptember 15-éig lehet pályázni. A családi bölcsödékre 7, míg a munkahelyi bölcsödékre 8, illetve 24 milliót lehet nyerni. Novák Katalin több más döntésről is beszélt. A járvány elleni védekezésben résztvevő önkéntes munkát végző egyetemisták ingyen jegyet kapnak az EFOT Fesztivál 0. napjára. Továbbá azt is javasolták a kormánynak, hogy biztosítson forrást a fesztiválok, falunapok, különböző kulturális rendezvények szervezéséhez. Pályakarbantartási munkálatok miatt menetrendi változásokra kell készülni július 18-ától a Cegléd-Szeged vasútvonalon. Ez idő alatt Cegléd és Kiskunfélegyháza között vonatpótló autóbuszok biztosítják majd a közlekedést. Menetrendi változásokra kell készülni a július 18-ától egészen július 29-éig a Cegléd-Kiskunfélegyháza vonalon utazóknak. Az állomások között pályakarbantartási munkálatokat végeznek majd, ami miatt a vonatok a Cegléd-Szeged vasútvonalon módosított menetrend szerint közlekednek. Cegléd és Kiskunfélegyháza között pedig vonatpótló autóbuszokkal biztosítják majd a közlekedést. Ez idő alatt Nagykörös vasútállomást nem érintik a pótlóbuszok, helyette Nagykörös Szabadságtér busz megállóban állnak meg. Ahogy Katonatelep vasútállomás sem érintik, helyette a főúton, a Veres Péter utca busz megállóban szállhatnak majd fel az utasok.
Online tartotta meg 52. vándorgyűlését a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Az eseménynek ceglédi kötődése is lett, hiszen televízión készítette el azokat a kis filmeket, amelyekkel a díjazottakat köszöntötték, és stábunk rögzítette a vándorgyűlés kiemelt kulturális programját. Grecsó Krisztián, Dés László és Dés András estjét is. 2019 őszén még arra készült a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 2020-ban újra csak megtarthatják hagyományos vándorgyűlésüket. A járvány közbeszólt, megtörtént, ami 51 év alatt soha elmaradt az esemény. A vándorgyűlés a szakmai programok mellett azért is kiemelten fontos, mert itt köszönhetik a kiemelkedő munkát végző kollégákat, adhatják át az elismeréseket. Ugyanis hát sajnálatos módon a kulturális területen kiosztható szakmai kitüntetések száma erősen csökkent az elmúlt időszakban. Nekünk gyakorlatilag a Színyei díjunk maradt összesen, és már előzőleg is, és egyre inkább nagyobb fontossággal bírnak azok a kitüntetések, amelyeket a Magyar Könyvtárosok Egyesülete ad át. A Magyar Könyvtárosok emlékérme az év fiatal könyvtárosa, és több más elismerést is átadnak ezeken a vándorgyűléseken. Az MKE vezetősége végül tehát úgy döntött, idén most már mindenképpen megtartják az eseményt, ám hogy valóban biztonságos legyen online. A díjazottakról, elismerésben részesülőkről fotókból álló kisfilm készült, természetesen méltatásuk szövegével. Ezeket a Ceglédi Városi Televízió készíthette el. Azt kell, hogy mondjam, hogy igazán frenetikus siker volt. A díjazottak, hiszen ez volt a célunk, meghatódtak, mindenki érdeklődve és örömmel nézte ezeket a kis filmeket, és azon gondolkodunk, nagyon komolyan még nem született elnökségi döntés, hogy ezt a módszert még a személyes vándorgyűlést is reményeink szerint sikerül a 53. alkalommal lebonyolítanunk, tehát jövőre mégiscsak megőrizzük, mert ez valami különleges ízt és meghatódottságot jelentett. Kulturális csemegével is készültek a vándorgyűlés résztvevőinek. A Cegléd-Belceli Művelődési Házban szintén televíziónk rögzítette Grecsó Krisztián, Dés László és Dés András különleges zenés irodalmi estjét. A vándorgyűlés tehát jól sikerült, és természetesen nem csak ezt hozta újdonságként az elmúlt több mint egy év, számos tapasztalatot is. Az elmúlt másfél évben megtanultunk elfogadni, túlélni és megújulni. Bár a könyvtárakban mindig is volt egy ilyen újat akarás, új szolgáltatások, új olvasók bevonása, az új generációk bevonása és elkötelezettsége és elköteleződése. Mégis a vándorgyűlés programja hozzásegítette őket ahhoz, hogy megerősödjenek, egymástól tanuljanak, fogalmazott a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke. Ráadásul több olyan körképet is tartalmazott a program, amelyből környékbeli országok könyvtárainak tapasztalatait, helyzetét ismerhették meg a résztvevők. Vigyázni kell az egészségre, és igyekezni kell minél kevesebbet idegeskedni. Lócska Józsefné szerint ez a hosszú élet titka. Az idős hölgy ma ünnepelte 90. születésnapját gyermekei, ismerősei és rokonai körében. Aranka nénit a város alpolgármestere, Hegedűs Ágota és Ferenci Norbert önkormányzati képviselő is köszöntötte. 90 évesen is nagyon jó egészségnek örvend Aranka néni, aki ma ünnepli születésnapját. Az idős hölgyet a város nevében az alpolgármester Hegedűs Ágota is köszöntötte. Nagyon sok szeretettel köszöntöm 91. születésnapja alkalmával, és szívből kívánom, hogy éljen még nagyon sok évet szerető családja körében. Aranka nénit Ferenci Norbert önkormányzati képviselő is köszöntötte. Ajándékcsomaggal, virággal és persze Orbán Viktor miniszterelnök és a város polgármestere által aláírt emléklappal is kedveskedtek a szépkorú hölgynek. Aranka néni elmondta, már 14 éves korában el kellett mennie dolgozni. Miután jóformán, hogy kijártam az iskolát, ugye a háború véget nagyon sok elmaradt, ugye, mert pont benne voltam a háborúnak a vizébe. Utána bizony, ugye nem jártunk iskolába, mert hát egyelőre nem lehetett. Ugye betöltöttem a 14 évet, hát sajnos dolgozni kellett.
elmentem ilyen, mivel hogy még csak 14 éves voltam, de olyannak, mint egy dadus. Elmentem vigyázni kis gyerekekre, mert annyira ugye dolgozni kellett a háború után népeknek, hogy muszáj volt a gyerekeket valakire hagyni. Mivel én is gyerek voltam még, de azért annyira tudtam, mindig anyukám úgy nevelt engemet, hogy mindig, hogy mindenkit szeretni és odafigyelni. Majd miután felnőtt, Budapesten a Lőrinci fonóban kezdett el dolgozni. Aranka néni Pilisen született, Ceglédre gyermekei születése után költözött férjével. Az idős hölgy 12 éve özvegy. Lócska Józsefné arról is beszélt, hogy szerinte mi a hosszú élet titka. Jó élni, élni, nem idegeskedni, ha valami bántja az embert, meg kell nyugodni, és én itt lakok már, azt lehet mondani, hogy már több mint 60 éve, de én még soha nem voltam senkivel harapban. Engem itt mindenki szeret, úgyhogy ez, meg vagyok nyugodva, meg hogy a gyerekeim körülöttem vannak. Az idős hölgy a mai napig nagyon aktív, kertészkedik, főz és bevásárolni is jár. De természetesen a három gyermekére bármikor, bármiben számíthat. Születésnapját is az ő körükben ünnepelte. Cegléd nagyon jó kultúrközpont, mert szinte mindenki olvas. Ezt mondta a sokak által jól ismert Kossuth Ferenc utcán könyveket áruló Kis Gábor. Tapasztalata szerint nem csak az idősek, a fiatalok is szívesen olvasnak és vásárolnak könyveket, mert fogni, tapintani a lapokat, levenni a polcról egy könyvet egy igazi rituálénak számít, fogalmazott a kereskedő. Ma is, mint az év szinte minden napján, Kis Gábor reggel szépen elrendezve kipakolta a köteteit, amelyeket az érdeklődők számára kínál. Már 30 éve foglalkozik ezzel, mondhatni a Kossuth Ferenc utcai könyvárus Cegléd emblematikus alakja. Kis Gábor, a könyves Gabi a kezdetekről is beszélt. Ez nagyon régi történet, nagyon régre nyúlik vissza, 90-es évek legelejétől, 92-ig egyszer sétáltunk Budapesten, aztán lenéztünk egy pincébe, és megláttunk egy csomó könyvet a feleségemmel. És úgy volt, hogy mi az, ha megnézzük, hogy mi van itt, és onnantól kezdve kezdtünk el vásárolni, az volt az legelső alkalom. A több évtized alatt átalakult a könyvkereskedés, már csak antikvár könyvekkel foglalkoznak, de abból is a jó minőségűekkel, elsősorban magánszemélyektől, akiknek már nincs szükségük a könyvekre, szereznek be köteteket, melyek között néha akadnak igazán különleges ritkaságok is. Cegléden egyébként az a tapasztalat, hogy sokan olvasnak. Hiába az internet, hiába nem papír alapú digitális olvasás, egyre több fiatal akar olvasni, és nem a számítógép előtt akar ülni, de nekem a vevőim 70%, akik hülyek maradtak hozzám, az szinte mind nyugdíjas, illetve a fölött, mert mi olyan áron dolgozunk, hogy meg lehessen fizetni, tehát pár száz forintért adjuk a könyveket. Kis Gábor elmondta, a pszichológiai kötetek szinte azonnal elfogynak, de nagyon szeretik a krimiket, romantikus történeteket is, tehát szinte bármit, amit olvasni lehet. Az eltelt 30 év alatt az olvasási szokások nagyon átalakultak, folytatta. Ami jó hír, hogy manapság már minden könyvet meg lehet szerezni, ami a régi világban nem nagyon volt lehetséges. Tehát gyakorlatilag minden, csak az ár nem mindegy, hiszen egy bármelyik regény 4 és 5 ezer forint között van, de a legtöbb könyv újra nyomott, és azt mi még tudjuk adni ezeket a régi áron is pár száz forintért. A régi klasszikusok nem fognak eltűnni soha. Viszont jó hír, hogy szinte a világ minden tájáról új írók, új írónőknek a könyveit, mindegyiket meg lehet szerezni, ezért nagyon-nagyon tágra nyílt a könyvpiac szerencsére. Kis Gábor tapasztalata az, hogy szinte nincs olyan kérés, olyan könyv, amit ne tudott volna beszerezni az érdeklődőknek. Karate magyar bajnoki címet szerzett a Ceglédi Seijin Sport Egyesület három sportolója. Az utánpótlás korcsoportoknak szervezett bajnokságon az ország 38 egyesületéből majd 250 versenyző vette fel a küzdelmet a bajnoki cím megszerzéséért. A Magyar Karate Szakszövetség megbízásából utánpótlás magyar bajnokságot szerveztek a hétvégén Szentesen. A megmérettetésen 4 korosztály indulhatott a gyermektől a serdülőkorú karatékáig. A Ceglédi Seijin Sportegyesület 3 versenyzővel nevezett, és el is hozott 2 arany, valamint egy ezüstérmet. Nagy húzavon előzte meg ezt a vírus miatt, de sikerült megrendezni, és nagyon örültünk, hogy végre elmehettünk, küzdhettünk, harcolhattunk. Egy picit egy új csapatot kellett elindítanom, mert a nagyok
nyaralni voltak, kis pihenőt kaptak, igazán egy teljesen új összeállítású kis társasággal mentünk el, de annál nagyobb sikert arattak. Két aranyérmet és egy ezüstérmet nyertünk, ami kétszeres hosszabbításra bírói döntéssel kaptunk ki, de szerintem óriási siker volt. Az edző azt is hozzátette, a kicsik mindig lelkesen figyelik a versenyzőket, motiválja őket a nagyok sikere. Orosz Zoltán azt vallja, kellenek azok a példaképek, akikkel a legkisebbek együtt edzenek. A felkészülés a nyári szünetben is folytatódik. Nálunk nincs pihenő sose, mi mindig edzünk, tehát a kisebb létszámmal is, akik tudnak jönni, mindig meg van hirdetve, hogy mikor van edzés, akik tudnak jönni, azok részt vesznek, itt vannak. Igazán nálunk folyamatosan, nálunk karácsony, szilveszter, szenteste mindig van edzés. Orosz Zoltán elmondta, az egyesület karatékáinak 90%-a versenysportoló. Hetente 3 alkalommal tartanak nekik edzést, időnként a hétvégéken is. Az egyesület elnöke a nyári szünetet is sportolói szolgálatába állítja. Maradjanak velünk, híradónk után fogadóóra. Háttér sport híradó, majd Hosszabbítás című magazin műsorunkat láthatják. Ezek voltak legfrissebb híreink híradóval, legközelebb holnap várjuk Önöket, viszontlátásra!